Csak a picit, egy köszi szépen. Nyugodtan helyet lehet foglalni, nem kell szégyenlősködni az első sorokban, és vannak még helyek, ha látkozik, hogy a szempont, tudjuk tartani az előadás alatt, mi nők tartsunk össze. Bennem is lehet jó nyugodtan ülni. Tudom, hogy sejtem, hogy befolyásos tetszik lenni, csak mondom, hogy ha bennem, akkor tudnak tartani a szempontaktus, de nem baj, ha itt ül akkor se. Jó, mindenki látom, megtalálta a helyét. Jaj, még nem is láttam, hogy kívülött hát. Mi az egy sapka? Nem, az egy haj. Hát ez egy működtemény. Ez egy frizura. Ez egy valódi. És ezt gondolom, hogy a nemfodrász készítette. Ez ilyen egyedi dekoráció. Hát én komolyan mondom, ezt úgynevezem, hogy művészet. Ezt úgynevezem, hogy művészet. Hajszínnel és formával együtt. Igen, igen. Hát én ezt az urat nem is láttam, amikor ülve. Fekete-fehérre. Ez nagyon, én az arcára gondolok el a sapka, fantas bőrre, ezzel az égen-fekete szakállal és ezzel a mosolyal megspékel. Nyugodtan tessék bennem jönni, ez még nem az előadás, csak én itt adom magam, ezt szeretem csinálni. Nyugodtan tessék leülni. Tiszta szívemből mondom, mert hát az ajtóban nem olyan jó nézni. Jaj, különben nagyon laza így, hogy ki van gombolva az így olyan fiatalos, olyan jó belé való azért. Szívben mindig fiatal kell maradni, de különben nem akarom megsejteni hány éves, de 20 felül nem lennék. Jaj, két fotós itt elő. Aha. Hát maga is szív maga, de hogy mondjam, ön a férfi, ugye, mert nő vagyok. Ne haragudjon meg, hogyha ilyen bókolok, de a gyengének egy férfi szakállal és fotógéppel, és főleg ebben a pozícióban. Hát komolyan mondom, hogy ha a legszívesebben, ha nem ilyen körülmények között lennék, én valami átrúgtennék, én valami módot találnék a dologra. Különben jut eszembe, hogy egyszer volt egy szerelmem, de nem szeretett engem, csak én őt, ső is fotós volt. És a folyamatosan mind olyan fotók sikerültek, amiben picit kövérem nem tudtam, mint amilyen vagyok éppen. Mindig fogyózok. Ezért azóta is a gyengébb az ilyen fotós csalók. Igen. Úgy látom, hogy egy márkás szemüveg Rébe? Vagy Olimpia? Jól tudom, hogy vannak ilyen márkájú szemüvegek? Úgy megkomolyítja az arcát olyan dúr, olyan Magic Wonder, olyan kemény férfi, autókot kölcsönözőnek. És ezzel a mosolyjal, ez a nők, tehát a nők ezt szeretik, kemény kontra finom. Ön, ez egy testben, ez minden egyben. Én őszintén mondom, a nők is nagyon szépek, mert de különösen érdekes palettai férfiak érkeztek ide van. Különben nekem a gyengéim a szemüveges férfiak is. Egyszer volt egy pornatanárom, szemüveges volt. Amúgy is tetszett, mikor kézilabda meccsen levette a szemüvegét, amikor visszatette utána, és farmert hozott. És hát nem tovább, tehát a szemüvegesek is, úgy látszik nekem az ilyen lencsék azok, hogy nagyon. Nem a lencse akarja, de különben azt is nagyon szeretem a lencsét. A vörös lencsét nem annyira, a barna lencsét, mert szíveszélykor szerencsét hoz, esetleg nem tudtam. Ha sok pénzt akarják, hogy legyen, akkor szíveszélykor lencsét kell lenni. Igen, jaj. Bocsánat, ennyi beszélek, csak olyan nagyon ideges vagyok, úgy izgulok, mert ez az első színpadi produkció, amiben ilyen nagy színházi színpadokon én így részt veszek, mert hogy én a Művészet Egyetemen tanuló diáklány vagyok, és most így nyilvánosan vesztem el a szüzességem, és engem ez nagy félelmekkel tölt el a színpadi szüzességem, hát akkor megvillantanám a tudást, amit kaptam én ott a 4 év alatt, és bemutatnám a teret, ugye gondolom látszik, hogy ez egy fehér tér, ezt úgy nevezzük szaknyelven, hogy színpadi tér, ugye ezt nem gondolták, hogy milyen szaknyelven van. Magány, az a lényeg ennek a térnek, hogy ilyen non-kontraverszacionális tér az egész, amire fel van építve, ez azt jelenti, hogy bármi lehet és mégis semmi, tehát ez nagyon szuper ez a tér, alapformálásra képes, itt ez edzés nélkül,
És ilyen érzeteket küld, tehát egy ilyen érzetlökő érzés adó ezekkel a puhaságokkal, úgy látom, hogy a puhaság kezd megszületni, jó ezt látni a szemnek, és szeretnék mutatni egy cselt. Sőt, meg is fogom mutatni, mert most én akármit csinálhatok, mert jegyet vettek, hogy nézze. Cibi! Bemutattam a színész. Sőt, a színész a térben, a színész a fehér jelmezben, a fehér térben, amit zárójában megjegyzett tervezők terveztek, tehát ez koncepció ki van találva, nem véletlen. Ha bárki is úgy gondolta volna, hogy ott véletlenül egy csomó papraindel feje feljutott a farras fejét, ami jöttek vasaskon, nem, ez ki van találva. És hát igen, a színészről előjáróban annyit mondanék, ő az az egyed, aki már délután utra bejön, aki sminkel, aki bevelegít, aki keményen edz, lélek edzéseket tart, olyan kockás hasonló lelke van, hogy Michael Jordannek nem volt ilyen teste, mint a Cibi lelke, de a testéről nem említek egy pár szót, se nagy valaki félreértse, de az se tudja. És tud ilyen több-sok cselekedet. Ez a lencsés kamerás férfi urat kérni meg lehet, mert nem arra, különös, komolyan mondom, ez a szakás, ez a sunyi nézés, hogy félszemmel néha a lencsét ülem, én ezt úgy lehet színű a lábamból, én csak még idegesen léptem. Kérdezni meg, hogy mit szeretne látni ebben a fügyő, hogy mire használjuk a keret. De bárminek tudjuk használni, szóval nem, hogy gátolja a fantáziáját. Én ezért izgulok, itt vagyok izgulva, hogy a fantázia ne legyen gátolva. De bármit, komolyan mondom, tehát ha azt mondjuk, hogy WC ülőkkel javító intézet, azt is lehet, hogy bármit, tényleg, ezért kapjuk a pénzt, a diplomát. Tényleg. Bármit mi? Hát akkor ő kell kimondja ez a varázslat, itt történik a párbeszéd, de a hangja is különben olyan kecses, hogy is elpegyünk. Cibi, ez nem kis feladat, de... Valamilyen népdal. Pontosan. Különben a népdalokat én is szeretem, ez a nagyon gyengé, most a szájt kitartad, amit az előadás nem fejeződne be hajnalig se, de... Igen? Kedvenc népdalosom. Váltsunk inkább, jó? Legyen mondjuk... valamilyen popsláger. De konkrétan egy címet szeretném. Egy címet mondjak? Neuton Familia. Tól? Egy előadó együttes, úgy tudom. Igen. De különben is. Holnap hajnalig. Hopp, értettem az üzenetet. Csongi, hallottad, ugye? Hasonlít a rupasas laplakátról. Rabban az a neve, róla csináljuk az előadást.
előadásba, szóval ne fárasztjuk nagyon ki. Különben az én nagyapám is egy az egyben Pontiár kopasz, és ő is szereti a Neotó familiát, egy megújuló lélek. Ott ismerte meg a Neotó familiát, mikor azt meséltem, mikor én Kézdi vagyok. És Kézdin van a régi miliciában szemben a Hétlépés nevű kultúr közkiszolgáló helyiség. Oda szokott járni Tata, nagyon élvezi. A Rakának az egyik kedvenc előadó együttese a Neotó familia, ott lopja a Ranka, a csukló pörgéses akrobatika művésznő. Az a titkos csele a Rankának, hogy úgy megforgassa a pálinkát, a számos munkát és bármilyen sziklás üvegből úgy kitölti sápos pohárkába a fiát, hogy nagyapám mindig énekelve jár hozzá, a szomszédok mindig halljál, mindig tudják pontosan, mikor lehet alkatrészeket kölcsön kérni és szerszámokat. Nagyon élvezzük, mama nem élvezzük, de ezt gondolom, hogy kitalálta. Különben az én nagyapám is színész akart leülni, ez csak most tudatosult, de itt a színpadon én egy tudatosult állapotba kerültem. Hogy az én nagyapám is, komolyan mondom, színész akart lenni, szóval az én színészi vénámság patampol erre, ezt azért megjegyezni. És csak szegénynek az volt a volna, kicsit likidálta magát ott a hétlépésben. Fogyott el az energia, mondom, az agysejtekből, és Petrofi Sándortól megtanult egy szép verset, csak mi sült belé, és sose vették be. Ez volt az ő a tragédiája, de különben egy olyan csodálatos ember volt, olyan egyedi művészi módokon tudta kifejezni a szeretetét, mikor ettünk disznóvágás után. Én nem szeretem a kocsonyából a hús, csak a rezgőt, de a rezgőt azt nagyon. És Tata mindig két ujjal becuppantott a kocsonyát. Kivette a húst, egész rezgőt nekem adta a kocsonyából, nem ette meg a kocsonyát, csak a most, ez olyan megható, nem? Szóval én, no, nagyon szép ényeket itt az elején, mert aztán elfog később. Szóval, hogy hát ő nagyon érdekes volt az egész irányítájuk, de még különböző cseleket mutatok, jó, mert jó az elvittalik a színházba. És tűnne! Gyere, légy, és meg fogjuk nézni, milyen, a térben jelen van egy színész nő, fehér a tér, fehérek a jelmezet, és bejön, mindjárt én fogom megmondani, hogy mi, egy muzikális alap, ugye Rabál alapján egy cseh rádiót fog betenni Csongi kolléga, ugye?
Jediný úsměv tvůj, jak celý můj život změnil.
Isti! Nagyon szexi harisnyába! Igen? Igen, ahogy ütszett a fülyemet. Nem tudok valamit vágyatok? Nehéz mesterség. Innen fogok szólítani.
Nektek, hogy hogy kell ezt a dolgot művelni egy magasabb szinten. Először is fölállunk nagyon kecsesen. Megigazítjuk a ruhánkat. Veszünk egy táskát. Nem nézzük rájuk, ők néznek rájuk, és ezt látjátok az előtt. Ez egy kicsit kirívó ez az öltözködés, akkor nem lehet akkor. Csak hogy férfi bugyit hol? Tényleg? Nem mondd el senkinek, ez titok. Ja, jó, persze. Látjátok? Szabot kapott. Szervusztok. Yeah.
tényleg ne ez legyen a verse vége, mert nekem felnőtt koromban ebből traumáim fognak keletkezni, szóval ez én nem tudok elaludni éjszaka, rémálom, hogy lesznek, és akkor tartom azt mondja, hogy jött a vadász, felvárta a farkasnak a vasát, kiszöldöstek a sok kecskek ide, utána megrakta a kővel, összevarta, és amikor a farkas ivott a patakból, az a sok kő belepuszta és meghalt, és akkor örültem csak.
címmel is. Angelica. Angelica, she can't shine in color. And in the combination. Das ist mein Putin.
Kíváncsiak vagytok az előételemre? Igen, igen. Hogy készítem a fekete kagylót? Úgy készítem, hogy nem én fogom ki a tengerből, bár szeretném kifogni, de... Na, ott még nem tartok. De vettem az óceánban, tudjátok?
vásárolom, mert van egyébként egy kis szervük, egy kis végződés, amivel odaláncolják magukat, saját magukat önként odaláncolják a sziklához, és az óceán szállítja neki a mozdulatokat, nekik is ők az életüket rábúzzák a szerencsére. Na mindegy, ezt úgyis lehet, ez a vízben egyébként puha, de a szárazon megtenészik. Csinálják a gondolom,
diákokkal, és aztán beszéltem az egyik kolléganővel is, hogy kioszthatna egy mesemüzikerbe, eljátszanám a Divotérőt, de nem voltam megfelelő, hát igen. Drámai alkotva, de? Igen, igen. Te pedig az operett színészet. Nagy darab színészet. Szóval tengetem, nem tudom, mit csináljak, és képzeljétek el, karácsonyra kaptam keresztanyukámtól egy húsdarálót, és nem tudtam, mit csináljak vele, de azért felszereltem a picike konyhám, picike kis asztalára, felerősítettem, és ott hattam. És egyik nap kerestem valami kaját, hát nem nagyon volt, azért kerestem, kutattam, és véletlenül kinyitottam, mert egyébként nem szoktam kinyitni a hűtőládát, és valamint a fagyasztót, és tele volt hússal. És akkor jöttem rá, hogy anyukám, amikor reggel takarít, akkor biztos, hogy becsempészett egy kis húst a kisfiának. És néztem a húst, mit ti a kéne. Kezdes anyukám van, igen, fagyas. És néztem a húst, hogy mit csináljunk vele, és akkor ott voltam vele, akadtam a húsdarálóba, és akkor gondoltam, darálok egyet. És így tettem bele a húst, az egész húsokat, volt bárány, marha, disznós, és néztem, ahogy így változik. Tehát, hogy valami más lesz belőle, az egész húsból egy kis csimbók. És csak daráltam, boxeremben, félmeztelenül. És néztem, ahogy átalakul, és megsütöttem. Összegyúrtam, és megsütöttem. És képzeljétek el, ahogy megkóstoltam, éreztem, hogy hiányzik belőle valami vadság, érted? Ami úgy... És akkor anyukám megint jött takarítani, és hozott nekem vadhúst. És találjátok ki, hogy milyen húst tettem én bele. Tudom, szarvas. Nem. Vadkal. Nem, az nincs náluk. Az állatkertben van? Ez vadnyúl. Ez vadnyúl. Vadnyúl? Igen. Vadnyúl? Nem, nyúl. Szóval. És ledaráltam a nyulat, és beletekertem ezekbe a puha házi állatok húsába, és belegyúrtam, és rátettem a szóda bikarbonátot, és elkezdett benne pezsegni ez a vadság! És ez a vadfüst így bejárta a garzonomat. És éreztem, hogy élek. És itt a szomszédoknak. Akik bár két éve élek ott, de nem ismertek meg. És kínálgattam a szállasztalat. Biztos járni a színház. Nem. Na, ennyi a maradékot elhoztam. Ebben ugyan nincs szegfűszeg, de egy nagyon, nagyon finom édesség. Egy savanyúságot hoztam nektek, amit a zöldséget magam termesztem a kertemben, mint falunk. Szóval leszedem az uborkát, a megfelelő méretű uborkákat. Ez olyan 15 centi az ideális méret. Az üveg aljára teszek zöld kaprot. Beletömködöm az uborkákat, közepébe teszek egy pürc szőlőt, attól öntök rá sós vizet, de tehát teszek kenyeret, attól
és a titok az a szőlő, akkor nem lágyul, hanem kemény van rajta. Neked van kerted? Van. Érted? Időm nincs kívánva. Ma. Ma. Nagy részint a szószéd műveli. Szép nap. Én nem szeretném fényezni magam. De ennek az ételnek a prototípusa a Táplálkozási Tudományi Intézet múzeumában ki van állítva. Nos, a gasztronómiai ismereteimmel 1045 évvel kezdtem el tulajdonképpen érvényesülni. Úgy kezdődött, hogy több házban lakunk, kiskonyha. A feleségem forgolódik a kájha körül, én mögötte, ő balra, én is balra, ő jobbra, én is jobbra, és próbálok tanácsokat is osztogatni neki. Erre azt mondja, ide figyelj, ez egységes konyha, itt én vagyok a főnök, te a körítés vagy. És kiküldött. Mióta vagy házas? 46, 7, 8, 1. Hosszú idő volt. Igen. Kimentél? Igen, feltettem a kalapomat, és kiment. Valóban. Nem, felhoztam a cipőmet. Mert messzire mentem, és megtanultam a körítés készítésének a tudományát. Óriási dolog, senki nem foglalkozik ezzel a világon. Nekünk az osztályban volt egy ilyen csoportunk, hogy papucs hősök. Igen? Érdekes. Nos, a papka... Folytassuk a körítést. Tehát ez, amit most fogok bemutatni, ez a világ egyik legcsodálatosabb körítése. Három részből áll, külön-külön is lehet használni nyilvánvaló, de egyszerre is, bármi mellé, különösen húsok mellé. Ez az aranysárga karé itt, ez a hasábúrás, a szalmak. Ez a zöld, ízléses kupac a borsó főzelék. És erre jön a tetejére, a serpenyőből kivett két tojás. Tükörtojás természetesen, amit csöpögtetve ráteszek a krumplira és a borsóra, és gyönyörűen néz. Én nagy kedvel fogyasztom el, mindig a feleségem nem szereti, így csak én eszem. És utána ott marad a szaftja, ez a finom, gyönyörű, olajos, mondhatnám egészségtelen szaft, de én házi kenyérrel olyan jó ízűen kitankolom. Köszönöm, köszönöm szépen, ma elnézhetek, sziasztok, ma nem nekem jártas, hanem az itt felsorakozó négy delikvensnek, akik időt, energiát nem pazaroltak, és elkészítettek valami finomságot azért, hogy én megkóstoljam. Parancsolsz? Ő delikvens. Nem baj, megszoktam, nem lesznek kész. Delikvens, igen. Igen, hopp, ő delikvens, igen. Valami van itt! Mit szólnátok ahhoz, hogy hozzá is kezdenék ez a kóstoláshoz? De nem vagy bizgalommal, kíváncsi vagyok, hogy milyen új dolgokat hoztatok, mivel próbáltok újra meglepni, mert remélem a tanácsok, amiket osztogattam nektek a múlt héten, azokat betartottátok, és figyelembe vettétek a mostani készítésnél, és már is látom, hogy nem! Szóltam neked, hogy már süteményből sok volt az utóbbi időben. Minden hétről hétre sütemény és sütemény érkezik, és valahogy nem tudom belőled kivelni az idősödő nőknek a szexuális túlfűtöttséget, amit a süteményben próbálnak. De
fogyasztott más alkohol? Iszol? Romozgatsz néha sülés közben? Hát, sok szavar ide beszélés. Vágtod az óra! A rúgra figyelj, hogy a legközelebb kérlek szépen. Ó, ó, nagy tányér, nagy külsőség és egy apróság. Egy kagyló. Gyömbért mindig mondtam, hogy óvatosan bánjunk a gyömbérrel, mert egyszerűen tőle meg tud bolondulni, és keserű lesz. Kérlek, figyeld erre legközelebb. Ó, gyurus, 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 remélem, hogy valami desszertet vártam volna tőled, megmondom őszintén. Belát egy rajszél a lábam. De hát megint ezek a savanyúságok, már mondom, a savanyú paradicsomot, a savanyú káposztát, és most ez egy savanyú borka, és külön felhívtam a figyelmet, hogy ezektől a formáktól, ezektől a kis rövid dolgoktól tartózkodj ezzel, rossz hatással van gyúlós. Figyelj, hogy a legközelebb valami kell, egész egy tál ételeket fogyasztunk, jó? De most megkóstolom az uborkákat, ha nem zavar. Különböző húsokból készítve, quattro, quattro hús, mindegyik forgatott külön a tűzön, vizében minden ügyűrget. Darálom, darálom, hőfokat folyton állítasson, és hőfokosan forgatunk, egyet darálunk is közben. Hát, hogy lehet egyszerre enni kezet és szabad időt? Kicsi rezsó volt. Van, megkóstolhatom? Vendég jön.
képeket kóstoláskor, és só az, és só már csak a képzeletemben is. Csak szeretném azt a látszatot kelteni, mint hogyha meg történne bennem ez az érzet, mert ha valamiért érdemes élni, akkor az csak az, hogy az ember ízeket érezzen, lásson, hasson, és ne haragudjatok, de én nekem az nem sikerült ez. Végi régül! Nem van, ne idegesítsed magad, Cibi, mert ez valakivel még esetünk. Na de szerintem annyi fantáziálatok az ételről, én olyan éhes vagyok, de mondjuk időrökké én is vagyok, de szerintem jöjjön valami. Gust intens, adevărat intens, nord delicat, magia. Nézzük meg. Csajok! Megmondom, én szeretek formában lenni, de nekem amúgy az ilyen duci kihuk jönnek be. Egyszer volt egy szerelmem, az a nem, hogy Bekke Balázs, és 120 kiló volt, de még az iskolában olyan nagy volt, hogy nem is volt pattása. Olyan kövér volt is. És én olyan szerelmes voltam belé, és 120 kiló volt, ezt nem tudom, már mondtam-e, és De ez nagyon soknak számít, tehát az iskolában az, hogy 120, az emberek csak matematika órán mondják ki. De ő nem 119 kiló volt, nem 121, kerek-kerek 120 kiló volt, nagyon kemény is. Azért mindenki történeteket talált ki róla. Egyszer azt hallottam, hogy Bekke Balázs elment a Bálványosra, elment a Csetáte nevű vendéglőbe, hogy kirendelt 25 töltött káposztát és megette kenyérrel! Ez volt. És egyszer Bekke Balázs, mielőtt a fordítmúlból pizzát rendel, megevett egy csomó szalonnát, hogy lakjon jól a pizzával. Ez is egy történet. És Bekke Balázs szintetizátorozott, de Bekke Balázs úgy szintetizátorozott, hogy akkora nagy csicsái voltak neki, hogy csak a legfelső és a legelső magukat tudta nyomkodni, mert nem ért össze a kezem mellett miatt. De azokat úgy tudta nyomkodni, hogy rendesen szeren nap voltak. Lentjem szívem, téged tüzetén lejátszódni. Volt egy ilyen bajesza, megmondta, hogy nem tetszek neki, megmondtam, hogy igazából nekem sem tetszik, és jó lenne, levágom azt a mocskos bajesz. Most Daniába fa van. Az apukája
VR vagyok, és a rendező megígérte, hogy ezzel az előadással befutott színésznő lehetek, vagy guest vagyok, és ezért kitaláltam saját magamnak, én magam egy jelenetet. Azt gondoltam ki, hogy itt a fehér térbe, fehér jelmezbe, én magam egy fehér korszetbe megeszek egy piros, véres kurkát. Jó, mi? Ez fog lenni most. Hozom a kurkát. Megvan a húrka? Na, ne vettem az inget. Na, jó, befutottál. És a húrkára annyit, hogy ez egy májas húrka. Szép vagy. De, és műanyag a izéje, szóval nem lehet lenyelni. Amúgy nyers. Hogy tényleg legyen meg? Igen. Közösség szavazat. Jaj, az a baj, hogy nyers? Nyers és műanyag izébe van töltve, és amúgy májas, nem véres. Jajajaj. Meg is tudom, hogy csak ez nem tudja. De a korszett az jó. Ilyet meg kell, ez a bőrös. Oké, köszi. Köszönöm. Hozzak egy játékot? Nem, nem, veszek.